Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egyébként tegezve szoktam tartani az előadásokat. Szedlacsik Miklós vagyok. Nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Kezdjünk is hozzá, szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Nem vagyunk elégedettek? Miért? Mi baj van a világgal? Sokkal jobb irányba kellene mennie. Igen? Sokkal jobb irányba kellene mennie? Kicsit félelmetes. Kicsit félelmetes? Milyen, mire gondolsz, hogy félelmetes? Félrevezetünk. Félrevezetik az embereket? Igen. Az elnyomás miatt. Elnyomás? Manipuláció. Manipuláció. Aha. Mi várható, hogyha erre az, ebben az irányba halad tovább a világ? Nem jó. Szerintetek mi várható? Pusztulás. Ugye tudjátok, hogy a bolygón az emberek többsége az hisz valamilyen felsőbbrendű lényben. Nem? De ez a felsőbbrendű lényben való hit, ez hát nagyon úgy fest, hogy nem egységes, nem? Mert más felsőbbrendű lénybe hisznek mondjuk a keresztények, még azon belül is legalább kétféle felsőbbrendű lényben van hit a keresztényeken belül, akkor másba hisznek mondjuk a buddhisták, másba hisznek a mohamedánok, másba hisznek mondjuk a, hogy hívják a Pakisztánban, milyen hinduk, így van. Tehát nem egységes ez a fajta gondolkodás. De hogyha bármelyik mondjuk Istent megnéznénk, tehát ugye most lehetne úgy magyarázni, mert magyarázzák is úgy, hogy hát ugyanarról az Istenről van szó, csak az egyik vallás ennek nevezi, a másik annak nevezi, a harmadik amannak nevezi. Na most akkor viszont nem lenne szükség annyi vallásra. Nem? Hát hogyha az Istenbe vetett hit az egységes lenne, akkor minek annyiféle vallás? Nem? Hát gondold végig. Mert ugye minden vallás azt mondja, hogy ő az igazi. Sőt, az ő istene az egy igaz Isten. Nem ezt mondják? A többi az nem igaz Isten. Na most akkor melyik vallásnak van igaza? Na most ugye az isteneknek ilyen neveket adtak. Mit tudom én? Ha jól emlékszem, a hinduknál Shiva, akkor a mohamedánoknál Allah, nem? Mit tudom én, a keresztények egy részénél Jehova, a másik részénél sima Isten, tehát a sima nélkül természetesen. Na most de az is érdekes, nem, hogy az Istent azt nagy kezdőbetűvel írják. Tehát akkor gyakorlatilag az Isten az egy név, nem? Tehát ami annyit jelent, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten, akkor ugye egyetlen egy Istenről kellene csak beszélni, mert az Isten az egy név. Tehát lehetne azt mondani, hogy Istenek, csak akkor már
nem egy valakiről beszélünk, hanem tehát ez olyan, mint hogy mondjuk valakinek az a neve, hogy Gyula, és lesz a gyereke akkor. Az is Gyula, majd lesz annak is gyereke, és az is Gyula, és akkor már Gyulákról beszélünk, nem? De a kiinduló Gyula, az az első Gyula volt, nem? Na most csak úgy eszembe jutott egy név. Szóval lényeg az, hogy hát lehet azt mondani, hogy istenek, de igazából ha arról beszélünk, hogy Isten, az egy név. Az egy név. Na most mondok ezzel kapcsolatban példát. Jó? Tehát itt vagyunk mi magyarok. Most nem azért beszélek majd erről, hogy mit tudom én most ilyen magyarkodó legyek, hanem azért beszélek erről, mert ez így van, ahogy most el fogom mondani. Tehát a magyar az nem egy nép volt. Ugyanúgy, mint a zsidó sem egy nép. A zsidó az egy vallás. Próbálnak most már nemzetet csinálni belőle, de akkor is egy vallás. Na most érdekes módon a magyar sem egy nép volt. Csak ugye mi megelőztük 2000 évvel a zsidókat, abból a szempontból, hogy 2000 évvel ezelőtt ugye a vallásból csináltak egy népet. Na most a zsidók meg most akarnak csinálni a vallásból egy népet. Na most a magyar az nem egy nép volt, ugyanis Krisztus után 170-ig olyan nép, hogy magyar nem létezett. Sőt, még olyan törzs sem volt, hogy magyar. Nem, hogy nép. Ugye egy nép az általában a világon mindenütt úgy alakult ki, hogy törzsek álltak össze néppé. És ugye egy közös vezetőt választottak a törzsek, és úgy lett a törzsekből nép mindenütt a világon. Na most az nem tudom, hogy fogják megvalósítani például a zsidók, honnan szednek törzseket, zsidó törzseket, mert a világon mindenütt így álltak össze a népek, hogy törzsekből. Na és akkor ugye egy vallást hívtak magyarnak, azt úgy hívták, hogy egy Isten hit, és ugye sok olyan dolog van a világon, amit valamit használnak, vagy valamire használják, és akkor egy nevet csinálnak belőle. Tehát mit tudom, a kovács szakmából lett kovács név, stb. Stb. Na most ugyanúgy a magyar vallásból is lett név. És volt egy olyan ember, akit magyarnak hívtak, aki kivált abból a törzsből, amiben élt, és létrehozott egy törzset a saját vezetése alatt, egyébként egy törzsfőnek volt a fia. És régen ez úgy történt, hogy egy népet annak kezdtek el elnevezni, ahogy a törzsfőt hívták. Illetve hát nem egy népet, hanem egy törzset. És elkezdték mondani arra a törzsre, hogy mivel magyar volt a törzsfő, ez volt a neve, tehát a neve volt magyar, ezért elkezdték a környező törzsekben élő emberek úgy nevezni azt a törzset, hogy magyarok. Ez Krisztus után 170-ben volt, mint az imént említettem. Akkor jött létre a magyar nevezetű törzs.
addig olyan törzs, hogy magyar nem létezett, olyan nép meg aztán végképp nem. Majd ez a törzs ugye szaporodott, meg további törzsek lettek belőle, és akkor egyesült további törzsekkel, például olyanokkal, hogy kunok, székelyek, palócok, jászok, és akkor így létrehoztak egy nemzetet itt a Kárpát-medencébe, amit most magyarnak, magyar nemzetnek neveznek, vagy Magyarországnak neveznek. Na most ezt ugye azért mondom, mert valahogy így alakult ki az Istenből, az Isten névből az istenek. Tehát ugyanúgy, ahogy a magyarból kialakult, a magyar névből kialakult a magyarok. És akkor onnantól kezdve, hogy ugye a jó Isten megosztotta önmagát, tehát a teremtő Isten megosztotta önmagát, ugye kimondhatatlanul sok milliárd évvel a kezdetén, és akiket ő megosztott magából, azoknak ugye részben ugye átadta a tudását, vagy majdnem egészben. Ezért ugye azok a lények, amelyeket megosztott magából, amit ugye lelkeknek hívunk, ezek a lények hasonló képességgel kezdtek el rendelkezni, mint a teremtő, mint a teremtő Isten. És a többi lény, aki még utána jött létre, és kevesebb tudással rendelkezett, elkezdte isteneknek szólítani, nevezni azokat a lényeket is, akiknek hasonló képességük volt, mint a teremtő Istennek. Világos ez? Na most, ez azért is érdekes dolog, mert benned egy ugyanolyan lélek van, mint azok a lelkek, akik mondjuk akkor kezdtek el létrejönni, teremtő akkor osztotta meg magából, amikor elkezdett lelkeket megosztani magából, sok-sok-sok-sok milliárd évvel, kimondhatatlanul sok milliárd évvel ezelőtti kezdett el. Na most benned egy ugyanolyan lélek van, mint a világegyetemben, bármilyen olyan lényben, amit most nem a teremtő Istennek nevezünk, hanem Istennek vagy isteneknek nevezünk. Tehát benned olyan lélek van, mint mondjuk Jehovában, vagy mint Sívában, vagy mint Hóruszban, vagy mint Zeuszban, vagy mint Poszeidonban, vagy bármelyik Isten mondhatnánk. Benned ugyanolyan lélek van. Egy óriási különbség van köztük és köztünk, hogy őknek nem lett, nekik nem lett törölve a tudatuk. Na most itt viszont, amikor egy földi lélek újból leszületik, beszületik egy testbe, akkor előtte kitörlik az összes tudást, amivel az a lélek rendelkezett. Miért? Nagyon egyszerű ok, mert a világegyetemben az összes értelmes lény közül, amelyik tudattal rendelkezik, ugye azok az értelmes lények,
amely tudattal rendelkezik és képes gondolkodni. Mi vagyunk az egyetlenek, amely csecsemő testbe kerülünk születésünkkor. A világegyetemben ez nem így működik. Nem csecsemő testbe kerülnek bele a lelkek, hanem egy felnőtt testbe. Na most gondolj bele, hogyha most elhagynád a testedet végérvényesen, mert meghal a tested. Tehát fölmondja, inkább úgy mondanám, hogy fölmondja a szolgálatot. És lehetőséged lenne arra, hogy mondjuk van megteremtve mondjuk egy felnőtt test, mondjuk egy emberi 21 éves felnőtt test, és akkor te kiválaszthatnád, hogy melyikbe születsél bele. Akár női, vagy akár férfi testbe. Érted? De úgy, most idézőjelbe a beleszületést, de ne csak idézőjelbe, akkor beszéljünk konkrétan, mondjuk beleszülethetnél egy 21 éves testbe. Akkor nem kellene törölni a tudásodat, mert nem lennél totál kiszolgáltatott. És szépen átvennéd a test fölött az irányítást, és működtetnéd avval a tudással azt a testet, amiben beköltöztél. Na most gondolj bele, hogyha ezzel a tudással, amivel most rendelkezel, csak ezzel a tudással, és most nem több ezer éves, vagy több millió, vagy több milliárd éves tudásról beszélek, hanem csak egy 20, 30, 40, 50, 60, 70 éves tudás, mióta ebben a testben élsz, most beraknának ezzel a tudással, a lelkedet beleraknák egy újszülött testbe. Gondolj bele, milyen szuperul éreznéd magadat? Ekkora tudással tehetetlenül létezni, érted? Ekkora tudással, ahol már, mit tudom én, tisztába tudod magadat tartani, érted? Becsinálnál. Ezzel a tudással, amivel simán megeteted magad, etetni kellene. Érted? Ezzel a tudással, hogy simán mész, dolgozol, bármit csinálsz, érted? Nem csinálhatnád, mert csak ott feküdnél tehetetlenül. Hogy éreznéd magad? Gondolj bele, rosszabb lenne, mintha bármilyen börtönbe bezárnának. Érted? Mert egy börtönbe legalább abban a cellába szabadabban mozognám, meg azért el tudnád végezni a saját szükségleteidet, de egy csecsemő testben ezt nem tudnád megcsinálni. Tehát szó szerint az ember bele, illetve az emberi lélek beleőrülne abba, hogyha bezárnák egy tehetetlen testbe. Világos ez? Ezért ugye törlik a tudást, mielőtt az ember leszületik. Hogy ez a beleőrülés ne legyen. Most gondolj bele, egy lélek, ha beleőrül, ne beleőrülne abba, hogy egy tehetetlen testben van, amikor felnőne, ha egyáltalán kibírná azt, akkor tudod milyen lenne? Gonoszabb, a leggonoszabb lénynél a világon. Világos ez? Tehát mondom, gonoszabb lenne a leggonoszabb lénynél, ami most létezik a világon. Na most ezért ugye nem azt csinálják, hogy
hogy beraknak egy tudással rendelkező lelket egy testbe, egy mozgásképtelen, gyakorlatilag egy tehetetlen, inkább úgy mondom, hogy tehetetlen testbe, hanem előtte kitörlik a tudást. De ugye ezzel kapcsolatban van egy jó hír, de ezt még nem mondtam nektek, ezt csak a vezetőim beszéltem róla. Ugye én múltkor rákérdeztem arra, hogy de hát mi lesz ezzel a tudással, meg hogy történik? És az volt a válasz, hogy amit törölni lehet, azt visszatölteni is lehet. Ezt kaptam válaszként. Ami azt jelenti, hogy nézzük meg, hogy miért is dolgozunk, jó? Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Na nézzük ezt a lelki fejlődést. Itt van. A lelki fejlődésnek 7 szintje van, és az a célja a lelki fejlődésnek, hogy az ember bekerülhessen egy olyan társadalmi formába, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. Na most ezt nem lehet egyes, kettes lelki szinten megélni. Nem, az ember nem képes még a hármas vagy négyes vagy ötös lelki szinten sem arra, hogy szeretetben, békében, boldogságban együttműködjön másokkal. Ez ott kezdődik, hogy az ember feljut a küldetés lelki szintjére, ott kezdődik. És ott kezdődik, hogy az ember képessé válik feltétel nélküli szeretetre, és képessé válik arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Másokkal együttműködve. De az még mindig kevés, mert el kell jutni a beteljesülés szintjére. Ha az emberek eljutnak a küldetés szintjére, akkor képesek aranykor szinten élni. De az emberi lélek nem az aranykorra született, hanem a teremtésre. Tehát, hogy teremtsen, teremtőként működjön. És egy lélek teremtőként működik, akkor teljesíti be igazából a küldetését. Ez pedig akkor választható, ha a beteljesülés szintjét megélte küldetésként az a lélek. Akkor választhatja azt, hogy ő mehet teremtői létformába. Na most, ha egy lélek ezt megéli, na akkor van az, hogy visszatöltik az összes tudásodat, amivel születésednél fogva, nem földi születésednél fogva, hanem mikor a teremtőből kiváltál, mert ő kiválasztott önmagából, onnantól, amit gyűjtöttél tudást, tehát ha mondjuk neked van egy 2 milliárd éves lelked, mondjuk, akkor a 2 milliárd év tudását, amit megéltél, az szépen visszatöltik a lelkedbe. Világos ez?
Na most én azért jobban elérdegélnék mondjuk több milliárd éves tudással, megmondom őszintén, mint ebben a satnya kis 58 évvel. Oké? Okay. Nem tudom, te hogy vagy ezzel? Most persze én tudom, hogy itt vannak az emberek, hiszen én is valamilyen szinten így működtem régen. Itt vannak az emberek, és azt gondolják, hogy a világ közepe az anyag. Azt gondolják, hogy az anyagért élünk. Az anyagért létezünk. Ez egy ostobaság. Hogy léteznénk az anyagért, amikor a lelkünk úgy működik, hogy képes áthatolni bármilyen anyagon? Hogy működnénk az anyagért, amikor olyan a léleknek, hogy tér, meg idő, nem létezik. Tehát a léleknek, ha kiszabadul ebből a testből, akkor nincs olyan, hogy távolság. És nincs olyan, hogy időn belüli távolság. Tehát ami azt jelenti, hogy az egyik pillanatban itt tud lenni, a másik pillanatban meg bárhol a világegyetemben. Úgyhogy semmilyen közlekedési eszközre nincs szüksége. Világos ez? Na most akkor nehogy már valaki azt magyarázza meg nekünk, szellemi lényeknek, hogy az anyagért élünk. Mikor egy léleknek nincs olyan, hogy hideg, nincs olyan, hogy meleg, nincs szüksége fényre, ugyanúgy érzékel mindent sötétben, mint világosban. Világos ez? Persze a testünknek ez mind fontos, hogy védjük magunkat a sötétségtől, a világosságtól, a hőtől, a hidegtől. Oké? Okay. De a léleknek ilyen... ez nem gond. De te biztos, hogy ugye azt gondolod, hogy hát az anyag a központ. Hát most eleve a világegyetemben nem létezne anyag, ha nem teremtették volna meg az anyagot, bármilyen anyagot, a lelkek az energiából. Tehát minden anyagot lelkek teremtettek a világegyetembe. Még a napokat is, amik léteznek a világegyetemben. Még a fekete lyukat is, ami elnyeli a fényt. Azt is. De sokan azt gondolják, hát, hogy az anyagért élünk. Ez a tudásnak egy nagyon-nagyon alacsony szintje. Ez körülbelül lesz, azt tudnám mondani, hogy az állat szintje. Mert az állat az teljes egészében az anyagért létezik. És teljes szint, teljes egészében túlélés alapon működik. Mert neki anyagra van szüksége a túléléshez. Tehát egy állat az a saját mentális képességeivel nem tud teremteni dolgokat, mivel eleve nincs is mentális képessége. De mivel bennünk van egy lélek,
Ennek a léleknek vannak mentális képességei, ami azt jelenti, hogy simán a gondolatoddal teremtesz. Ha a gondolataid pozitívak, akkor pozitív dolgokat, eseményeket teremtesz. Ha a gondolataid negatívak, akkor negatív dolgokat, negatív eseményeket teremtesz. Persze tudás hiányában most nem tudsz mondjuk anyagot teremteni a semmiből. Hát nem a semmiből, az energiából. De ez csak tudás kérdés. És ezt a tudást, ezzel a tudással te rendelkeztél már, hogy hogy kell anyagot teremteni. Nyilván nem vegyületekről van szó, hanem alapelemekről. A periódusos táblázatból, tudod. Tehát ezt te mind tudtad, hogy hogy kell. Hiszen ezen a bolygón senki olyan nincs, akinek a lelke másfél millió évnél fiatalabb lenne. De a legtöbb lélek az ennél jóval idősebb. Tehát te rendelkeztél olyan tudással és olyan képességekkel, azáltal, hogy sok százezer, vagy sok millió, vagy sok tízmillió, vagy sok százmillió, vagy több milliárd éven keresztül gyűlhetett a tudásod. Rendelkeztél olyan tudással, amit most fel se tudsz mérni. És elhitetik veled, hogy a központi szerepet ezen a bolygón az anyag játsza. Nem. A központi szerepet a gondolkodás játsza. Még így is, hogy törölték a tudatunkat. Még így is a gondolkodás játsza. Na most gondold végig, hogyha az ember nem gondolkodna, akkor itt körülnézel, csak ebben a teremben körülnézel. Ha nem gondolkodnánk, akkor ezek közül semmi nem létezne. Semmi. Oké? Tehát amit te itt szabad szemmel látsz, azokból semmi nem létezne, az ember nem gondolkodna. Sőt, ez az épület se létezne. És ha kinézel az ablakon, vagy kinéznél az ablakon, akkor amit szabad szemmel látsz a növényeken kívül, semmi nem létezne. Na most akkor melyik van fejjebb? A gondolkodás? Vagy az anyag? A szellemiség vagy az anyag? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy az anyag játszik központi szerepet ezen a bolygón, akkor a tudása nagyon elmaradott. Akkor egy kicsit kellene képezni a saját magát. De nem visszairatkozva valamilyen hagyományos iskolába természetesen. Mert ott ilyet nem fognak tanítani. Minden ember felfedezheti saját magában a gondolatai teremtő erejét. Nem úgy van, hogy azért olyan az életed, mert rosszak a körülményeid. Nem. Azért rosszak a körülményeid, mert a gondolataid nagy része helytelen. Tehát bárki, akivel találkozol, aki panaszkodik neked az életkörülményeire, annak nézd meg,
a gondolkodását. És rögtön rájössz arra, hogy a gondolatainak a következménye a körülmény, ahogy ő él, és nem fordítva. Ha valaki ezt nem hiszi, mondok egy saját példát, jó? Ugye tudjátok, vagy nem tudjátok, mindegy, ugye a régiek tudják, hogy én 91-től szervezek embereket, és 93-tól vezetek embereket, illetve céget is. És 95-től lett nagyobb létszámú alkalmazotti gárdám. Tehát 99, illetve 2000-ig, 95-től, tehát 94-ben lettek az első alkalmazottak, 95-ben még kevesebb alkalmazottam volt, és 96-ban már meglódult, és a legnagyobb alkalmazotti létszám az 33 fő volt. És ugye azt szokták mondani, hogy az ember alkalmazkodik a környezetéhez. Nem. Hozzám alkalmazkodtak az emberek. Nekem van egy nagy szervezetem, amelyik Magyarország legnagyobb spirituális közössége. És amilyen nekem az éves személyes évem, az egész szervezetre az a személyes év vonatkozik. Az egész szervezetre. Ami azt jelenti, hogy 96-tól én határoztam meg azt, hogy az emberek a környezetemben milyenek, és nem ők hatottak rám, hanem én rájuk. És ha ők nagyon sokan voltak, akkor is én hatottam rájuk. Bár az embereknek ugye azt tanítják, hogy az ember alkalmazkodik a környezetéhez. Én is ezt tanultam, de a saját tapasztalatból megtapasztaltam, hogy ez fordítva százszor jobban működik. És például akik alkalmazottak voltak nálam is, alkalmazottként elkezdtek dolgozni, felemelkedett a hangulatuk. Mert nekem nem volt rossz hangulatom sose. Tehát ami annyit jelent, hogy az ember élete, körülménye, az pontosan meghatározható, úgy, hogy soha nem láttad a körülményét, az életét, meghatározható a gondolkodásából. Egy jó gondolkodású ember jó körülmények között él. És nem fordítva, az embernek nem azért lesz, vagy lesznek rossz körülményei, illetve nem rossz körülményei, hanem helytelen gondolatai, mert rosszak a körülményei. Nem, nem. Az 1900-as évektől szabad akarat van, drága barátaim. Már nincs az, hogyha valaki szegénynek született, akkor szegényként kell leélni az életét.
ha mit tudom én, jobb ágyként született, akkor jobb ágyként élje le az életét, vagy gazdagnak született, és akkor gazdagként fogja leélni az életét. Már ez nincsen. Az 1900-as évektől, tehát első felétől már az emberek eldönthetik azt, hogy milyen körülményeik legyenek. Eldönthetik. Lehet, hogy valaki beszületik nagyon rossz körülmények közé, nagyon rossz családi helyzetbe. És ha ő úgy dönt, hogy ezen változtat, mert változtat a gondolkodásán, mert az alapok azok rosszak, a minta az rossz, de változtat a gondolkodásán, és megváltozik az élete. Csak elhitetik az emberekkel, hogy ez nem így van. Hogy az ember a körülményeinek az áldozata. Nem. Hát eleve ott kezdődik, hogy te rád mennyire hat, hogy ki mit gondol rólad. Itt kezdődik a dolog. Mennyire hat rád? Mennyire foglalkozol azzal, hogy ki mit gondol rólad? Mint személy, vagy a cselekvéseidről? Mi amikor oda költöztünk, ahol most lakunk, 84 volt az az időszak, 1984, én egy olyan ember voltam, hogy egy olyan családból jöttem, amelyik nem csendes volt. Tehát ma a nejem úgy fogalmaz, hogy olyan, mint egy olasz család. És akkor elkezdték nekem ott mondani, hogy mit fognak szólni a szomszédok. Tudjátok, mi volt a válaszom? Nem azt mondtam. Majd, ha a szomszéd tart el engem, majd akkor érdekel, hogy ő mit mond, vagy mit gondol. És ez a fajta gondolkodás, ez már akkor így megvolt, és azóta is megvan. Majd akkor érdekel, hogy ki mit gondol rólam, majd ha ő tart el engem. Na most, ezt ugye azért mondom, mert gondold végig, hogy a te esetedben, az életedben mennyire volt meghatározó, hogy ki mit mond rólad, vagy ki mit gondol rólad. Mert ha neked ez meghatározó volt, hogy ki mit mond rólad, ki mit gondol rólad, akkor kialakítod benned olyan jellegű gátlásokat, hogy belefogj dolgokat, vagy csinálj olyan dolgokat, amit esetleg más nem szokott. Na most, ugye mondtam, hogy 91-től kezdtem el saját csapatot szervezni. Én nyitott voltam egy új tevékenységre. A tőkebefektetéses életbiztosítás akkor Magyarországon totál új volt. Nem is csináltam sikertelenül. Nem voltam a legjobb, de nem voltam a legrosszabb sem. Tehát az átlagnál jobban ment. Majd váltottam, mert rájöttem arra, hogy a biztosítók nem túl tisztességesek. És
létrehoztam egy önkéntes nyugdíjpénztárt, nem keverendő a magánnyugdíjpénztárra, az önkéntes nyugdíjpénztárba önkéntes alapon fizettek az emberek, és fizetnek, mert az önkéntes nyugdíjpénztárok ma is léteznek. És elértem azt, hogy a vezetésemmel a legnagyobb legyen az az önkéntes nyugdíjpénztár. Tehát belemertem vágni egy ilyen területbe is. Mit gondoltok? Én nem hallottam olyat, hogy, ki mit gondol, ki mit mond. És tudod, mit érdekelt? Semmit. Tehát, hogyha téged foglalkoztat az, hogy ki mit gondol, ki mit mond rólad, akkor az is hat rád, hogyha azt mondják, hogy neked ez nem fog menni. Na most nekem mondhatták, hogy nekem ez nem fog menni. Mint ha a falnak mondták volna, körülbelül úgy. Mert olyankor én azt mondtam, na azért is megmutatom. Oké? Na most gondold bele, melyik a legjobb, vagy melyik a jobb inkább? Melyik a jobb? Tehát az, hogy számít neked, hogy ki mit mond, vagy esetleg az a jobb, az lenne a jobb, hogy nem számít. Majd akkor számít, ha ő tart el. Tehát ez most úgy értsd, hogy még a közvetlen hozzátartozókra vonatkozóan is értheted. Tehát arra is ugyanez, hogy akkor érdekel, hogyha ő tart el. Világos ez? Majd ő tart el. És ez bármilyen szintű közvetlen hozzátartozónál is így van, így volt nálam mindig. Persze nekem viszonylag könnyű volt, mert a nejem az nem melankolikus, vagy nem flegmatikus, tehát alapvetően nem negatív gondolkodású. Mert ugye a flegmatikusok meg a melankolikusok, azok alapvetően negatív gondolkodásúak. Hanem ugye az én nejem az szangvinikus, az meg alapvetően pozitív gondolkodású. Én pedig ugye kolerikus, alapvetően pozitív gondolkodású a kolerikus. Ezért ugye olyan nagyon engem nem akart lebeszélni dolgokról a nejem, azért sem, mert tudta, hogy úgyse tud. Szóval lényeg az, hogy, mondjuk így egy kicsit könnyebb volt. De ha ne, esetleg nem az lett volna, akkor se tudott volna. Érted? Tehát lényeg az, hogy gondold végig, hogy milyen az életed. És amilyen az életed, pont olyan a gondolkodásod. Na most, ha jobb életet akarnál magadnak, akkor mi lenne a feladat? Jobb gondolkodás. Ha még jobb életet szeretnél magadnak, még jobb gondolkodás. És a gondolkodásodat alapvetően ki határozza meg? Hát neked kellene, nem, hogy meghatározd. De ha te, neked számít az, hogy ki mit mond rólad, meg ki mit gondol rólad, akkor nem te határozod meg a gondolkodásodat. Értsd meg? Mert egyszerűen
a gondolkodásodba, beleütik az orrukat olyan személyek, akiknek semmi közük a te gondolataidhoz. Világos ez? Tehát az ég adta világon semmi közük. Na most mondok ebben kapcsolatban egy-két dolgot még, jó? Tehát nézzünk bele egy picit a párkapcsolati kérdésbe, mert pont ide tartozik. Tehát a párkapcsolatban vannak szerepek, feladatok. Van alapszerep, meg alapfeladat. Ez azt jelenti, hogy ezt most képletesen úgy lehetne mondani, hogy van egy szekered, és a szekérnek van egy rúdja, és arra halad a szekér, amelyre a rúd áll. Világos ez? Tehát a szekér mindig arra halad, amerre a rúdja áll. Ha változtatsz a rúdja állásán, akkor a szekér elkezd arra felé haladni. A haladási irányt, tehát a rúd iránya határozza meg. Világos ez? Ha változtatsz, még egyszer mondom, a rúd irányán, akkor a haladási irányt változtatod meg. Tehát, aki ott áll a rúdnál, az határozza meg a haladási irányt. Világos ez? És ez nem a nő, hanem a férfi. Oké? Na most, ha az a férfi erre nem képes, akkor a nőnek kéne belőle kihozni, hogy képes legyen. Világos ez? Ha te párod nem képes erre, akkor legalább nőként van feladatod, örülj neki. Nem unatkozol. Így van. Hát egy ember addig él, míg van feladata, nem? Na most, igen ám, de a szekér, ha egyedül húzzák, az nehezen működik. Az sem működik, hogy na majd a férjem húz, én meg fölülök a bakra, az hajtom, tudod? Én vagyok a hajcsár. Na az sem működik, mert egy idő után a férfi besokkal és azt mondja, hogy húzza neked a jó Isten a szekeredet, ülj ott magadnak, és odébb áll. Ezért ugye a nőnek az a feladata, hogy beálljon a szekér mögé, és tolja a szekeret. Így van. Ha egy férfi, ez most tanítás, nem tudja meghatározni az irányt, és így halad, mint az ökörhugyozás, tudod? Akkor előre szalad a férfihez a nő, és azt mondja neki, hogy drága apukám, vagy nem apukám, mert ugye az apja az nem a férje, tehát drága Pista, Jancsi, akárki mondja a nevét. Mi lenne, ha arra haladnánk? És a férfi azt mondja, ja tényleg, de Rózsika, mi lenne, ha arra haladnánk? Hát ha Rózsikának hívják a feleségét. Ez egyébként pofon egyszerű lenne.
Ha az emberek tudnák, hogy a férfiaknak mi a szerepük és a nőknek mi a szerepük, és tudnák például a hölgyek, hogy hogyan lehet egy olyan férfinak célt adni, akinek nincs célja. Oké? Hát nem úgy, hogy utasítással, jó? Az úgy nem működik. Tehát drága uraim, eljött az idő. Milyen idő? Hát nem a képzés vége, még ott nem tartunk. Az az idő, hogy itt van egy olyan cél, sőt még annál is több, küldetés. Amit egy férfi magáévá tehet. Milyen küldetés? Az emberek tudatosságának az emelése. Tehát az emberek tudatosságának az emelése. Minél több ember tudatosságának az emelése. Az emberiség tudatosságának az emelése. Ez egy óriási cél, de mondom, több annál, ez egy küldetés. Amit egyedül nem tudok megcsinálni. Amihez társak kellenek. Amihez ráadásul nem csak a férfiak tudnak társulni, hanem a hölgyek is. És ha valakinek nincs célja, akkor itt van egy hatalmas cél. Soha a történelemben nem volt ekkora cél. És soha nem volt szükség ennyi emberre ennek a célnak a megvalósítására. Semmilyen cél megvalósítására nem volt ennyi emberre szükség, mint ez esetben. Tehát az emberiségnek eljutatni a tudást. De ahhoz kellenek emberek, és kellenek nekünk társak. Nem csak nekem, akik itt vannak, azoknak is. Tehát ezen a bolygón, hogy aranykor lehessen, 430 millió, nem, 400? Ja, 340 millió. Tehát 340 millió, igen. Várjál, még egyszer, 380? Várjál, azt mondja, hogy a 4% hogy jön ki? 7x4, 28, 300. Jó, a 84, 32, 320 millió. Jó, 320 millió. Így van, tehát több mint 300 millió. Mindegy, lényeg az, hogy több mint 300 millió tanítóra, aki képes tudást átadni. Férfiakra, nőkre szükség van. Akik átadják az emberek számára a tudást, van, aki több embernek fogja átadni, van, aki kevesebbnek. Tehát nincs számszakilag meghatározva, hogy neked mennyinek kell átadni. Majd ahogy te gondolod. Tehát, hogyha te hölgyként vagy itt, és van párod, akkor miért nem tudod azt mondani a párodnak, aki nincs itt? Hogy mi lenne, hogyha te is jönnél? Mert én ezt nagyon szeretném. Ha egy férfi itt van, de a párja nincs, akkor a feleségnek meg kötelessége követni a férfit. Tehát kötelessége. Szó szerint.
Ez az egyszerűbb dolog, ha jobban végig gondolod. Mert egyszerűen kötelességből követi a férjét. Hát örülj, hogy találtál egy olyan férfira, aki fejlődni, tanulni, fejlődni akar. És kövesd a férjedet, vagy párodat. Szóval lényeg az, hogy itt van egy nagy cél, amit együtt tudunk megcsinálni. És ez nem anyagi cél. Ebben semmi anyag nincs. Semmi. A tudás az nem anyag, a szellem. A szellemi fejlődés. És akkor van egy olyan rendszer ehhez kidolgozva, hogyha te a módszer alapján szervezel embereket, ha nem a módszer alapján szervezed, akkor úgy szervezed, hát most mindegy, lényeg az, hogy szervezel embereket, csak azért mondom, hogy van módszer, hogy hogy kell szervezni. Tehát szervezel embereket, akkor 2-3 ember esetén már a tandíjad díjmentes. Nagyobb létszám esetén meg jutalékot képződik. Sőt, egy idő után ez lehet a fő jövedelemforrás, sőt, egyetlen jövedelemforrás is. Már lehet, hogy te munkamániás vagy, és egész életedet végig akarod güzülni, nyugodtan csinálhatod. Figyeld, én dolgoztam fizikai munkát. Azért mondjuk, mikor egy motort emelő nélkül egyedül kell kiemelni, mondjuk egy 1500 köbcentis motort, ami nem kicsi, egyedül kell kiemelni mondjuk egy motortérből, mondom, emelő nélkül, az nem kis feladat. Az nem kis feladat. És én ilyet csináltam. Nem egyet, meg nem kettőt. Nem az utca közepén. Az udvarunkon. Az udvarunkon. Hát amikor még nem is volt aknám. Akkor, amikor még nem is volt aknám. Alá volt bakolva. És utána fölmentem rá, és kiemeltem. Úgyhogy kiemeltem a szélére, és utána onnan letettem. Azért nem kis feladat. Úgyhogy dolgoztam fizikai munkát. Elég kemény fizikai munka. Nem sokan csinálták utánam, hogy kiemel egy motort egyedül. Nem is szerette a bőröm az olajat. Na szóval lényeg az, hogy én dolgoztam fizikai munkát. És utána dolgoztam olyan munkát is, hogy 10 órában álltam, és nem lehetett elmozdulni, mert egy gépnél kellett állni, és tanzgép úgy hívják. A kesztyüknél, így van. És ott nem lehetett arrébb menni, ide-oda járkálni, mert akkor nem dolgozta, az egy fix helyen volt az a gép. És úgy volt kialakítva, hogy még véletlenül se lehessen odaülni hozzá. Ilyen egyenes volt az eleje. Szóval lényeg az, hogy én dolgoztam kemény dolgokat, meg másodtevékenységben volt egy fuvaros ismerősöm, és ugye ilyen bútor szállításba mentem vasárnaponként besegíteni. Bizonyám, és ugye én, mivel én 15. kerületi lakos vagyok, ezért sokszor kellett új palotára fölvinni, és oda a liftbe nem fér semmi. És ugye úgy 10 emeletes házak vannak új palotán. Szóval lényeg az, hogy én dolgoztam keményen, nem, hogy valaki azt gondolja, hogy nem. És hát megmondom őszintén, a szellemi munka az
ez azért sokkal könnyebb. De nem csak könnyebb, jövedelmezőbb is. Tehát ami azt jelenti, hogy lehet, hogy valaki szereti a rabszolgamelót. Nekem a leginkább rabszolgameló ez a kesztyűszabás volt. Na hát az borzalmas rabszolgameló volt, hogy nem lehetett mozogni. Teljesítményben dolgoztam egyébként. Tehát ha nem teljesítettem, akkor nem volt elég fizetés. Hát ennyi. Na most ezt csak azért mondom, hogy az én sok mindent kipróbáltam az életem során. Gyerekkoromban ugye már körülbelül 8 éves koromtól befogtak a kertben dolgozni. Aztán már olyan 9 évesen már nekem kellett egyedül megkapálni az egész kertet. 154 szögöt. Tehát ez nem is volt olyan kevés. Tehát lényeg az, hogy tudom mi az, hogy fizikai munka, valaki esetleg úgy gondolná, hogy nem tudom. De ez a tevékenység, ez sokkal jobb, mint eddig bármit csináltam, érted? Sokkal jobb. Tehát olyan dolgot nyújtani az embereknek, amit úgy hívnak, hogy tudás, az egy csodálatos dolog. Tudod miért? Mert látom az embereken a változást a tudás hatására. Látom, hogy egy ember mikor idejött milyen volt, és milyen mondjuk pár hónap múlva, vagy pár év múlva, hogy mennyivel könnyebben old meg élethelyzeteket. Főleg, hogyha valaki el kell szervezni, és még csapata is van, akkor ilyen még gyorsabb fejlődéseket látok, mert olyan élethelyzetekkel találkoznak, amit ő még meg se élt. És más élethelyzeteiből is tud tanulni. Mert ugye az ember, ha megnézed a civil életet, milyen élethelyzetekből tudsz tanulni? A saját élethelyzeteidből. De amikor van csapatod, és más emberek élethelyzeteiből is tudsz tanulni, az azért sokkal könnyebb. Nem véletlen az a mondás, hogy az okos más kárán tanul. A buta meg a sajátján. Ja, sajátján se, igen. Sajátján se. Így van. Szóval a lényeg az, hogy a múltkor, já jó, múltkor, hát az, hogy 90-es években. Jó múltkor volt. A minap. A minap volt, igen. Hallgattam még kazettán egy előadást. Ezt úgy hívták ezt az emberkét, hogy Brian Tracy. Biztos mond valamit a neve. Igen, és ez az ember, ez azt mondta, hogy ő úgy szeretne meghalni, hogy a sírjára majd azt írhassák rá, hogy sok embernek az életét változtatta meg. Mert azt mondta, a 90-es években, hallottam tőle ezt, hogy hát ez nagyon jó érzés emberek életét megváltoztatni. És ugye én meggyőződtem erről, hogy hát milyen igaza volt a Brian Tracynek. Na most lehet, hogy neked az az élet célod, hogy mit tudom én, mondjuk a nem lukas anyagon a hatásorodra lesz egy luk. Mert az a feladatod a munkában. És akkor ezáltal megváltoztattad az anyagot. De nekem valahogy
az emberek megváltoztatása szimpatikusabb, mint mikor az anyag megváltoztatásával foglalkoztam. Ugye még autószerelőként hát megváltoztattam anyagokat, mert a rosszból jót kellett csinálni. Amikor ugye a kesztyűszabászatot csináltam, akkor ugye abból a bőrből ki kellett vágni a kesztyű formát, és utána végül kesztyű lett. Tehát ott is megváltoztattam legalább az anyagnak a formáját. De az közel nem volt olyan szimpatikus, mint mikor emberek működését tudom megváltoztatni. De ezt nem lehet másként, csak úgy, hogyha az ember szereti az embereket. Tehát, hogyha emberekhez akarsz közelíteni, akkor ez szeretet nélkül nem megy. És ha érdek van a szereteted mögött, akkor az nem fog működni. Tehát érdek nélküli, úgy is lehetne mondani, feltétel nélküli szeretetet kellene gyakorolnod. Neked is. És észrevennéd rögtön, hogy sokkal könnyebben fognak az emberek téged elfogadni. Hogyha nem érdekből közeledsz az emberek irányába, hanem azért, mert szereted az embereket, és tudod, hogy azzal, amivel közelítesz feléjük, tudsz neki segíteni. És nem azért, hogy viszonozzon. Még azért se, hogy azt mondja, hogy köszönöm. Mert ha azt várod el, hogy a segítésért köszönetet kapj, az már nem feltétel nélküli szeretet. Világos? Tehát, hogyha úgy közelítenél az emberekhez, ahogy eredendően ebbe a testbe születtél, hogy megvolt benned a feltétel nélküli szeretet, amit ugye a sok év valamilyen szinten megváltoztatott, de hát a tudattal bármilyen megváltoztatást felül tudsz írni. Te benned van egy olyan fajta működés, ahol bármilyen nem ideális működésedet felül tudsz írni, meg tudsz változtatni. Persze, ezt csapatban sokkal könnyebb megcsinálni. Persze, ezt módszerrel sokkal könnyebb megcsinálni, mint módszer hiányában, vagy csapat nélkül. És itt igaz. És itt kínálunk neked módszereket, az élet minden területére módszereket, és lehetőséget arra, hogy csapatod is legyen. Saját csapatod. Tehát az az igazi jó érzés, amikor neked saját csapatod van, amit te hoztál létre, amikor tudod, hogy hozzád csatlakoztak emberek. Érted? Ha bármi kérdésed felmerült velünk kapcsolatban, vagy akár velem kapcsolatban, vagy a itteni képzésekkel kapcsolatban, akkor nézz utána a weboldalunkon, kérdezz a vezetőtől, ha nem tudod, ki a vezetőd vagy a szerveződ, akkor az irodánkat felkeresve, ugye elérhetőségek ott vannak fönn a weboldalon, minden oldalon, hogy hogy jutsz ahhoz az információhoz, hogy ki a te mentorod. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után
probléma megoldó kócsképzésünk tanfolyama, két hónapos tanfolyama kezdődik. További szép estét kívánok mindenkinek, és jó tanulást, szeretlek benneteket, sziasztok!